A Kazinci Ferenc Társaság rendezvényei között emlékülések, kiállítások, előadások is szerepelnek. Ezeknek a célja az anyanyelv ápolása, népi értékek védelme és bemutatása. A szervezet létrehozását Kazinci Ferenc születésének 225. évfordulóján 1984-ben határozták el, és 1985. áprilisában alapították meg. A társaság 2006-ig közel 70 könyvet gondozott vagy adott ki. Decemberben pedig újabb könyvbemutatások Készültek készültek sátorai új helyen. Nyíri Péter, a társaság elnöke elmondása szerint a 2022-es évben is megtettek mindent azért, hogy több rendezvényt tudjanak szervezni. Abra is azt tudjuk mondani, hogy igyekeztünk minél több rendezvényt szervezni. Azért mondom ezt így, mert a koronavírus járvány azért beletépett a közösségek életébe, és mivel a Kazinci Ferenc Társaság átlagéletkora elég magas, ezért akkor nagyon csinyán bántunk a rendezvényekkel a koronavírus járvány alatt. Most már szerencsére nincsen járvány, igyekszünk összeszedni magunkat. Több rendezvényünk is volt, új helyi könyvünnep, könyvgyűlés, egyéb találkozók. De <tosz> nagy öröm, hogy idén le tudjuk szárni ezzel az adventi találkozóval. Hagyomány sok-sok éve, hogy advent idején találkozunk a társaság tagjaival, és általában ilyenkor mutatjuk be a Szép Halom évkönyv legújabb kötetét. Az idei éve már több könyvet is sikerült kiadni a Kazinci Ferenc társaságnak. Mi mindig szellemi műhelyről beszélünk, mert a Kazinci Ferenc Társaság mellett a múzeumok és az Anyanyelvápolók Szövetsége, valamint a Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány is a könyvkiadásban résztvevő szervezet. Mikor melyik szervezet tud pályázni, mikor melyik szervezetnek van forrása, de a szellemi műhely ugyanaz, többnyire azért szép halomra a nyelvmúzeumban koncentrálódik, ott készülnek ezek a kötetek, és hát nagy, -nagy segítségünkre van a társaság örökös szerkesztője Kovács Dániel tanár úr és az idén is talán 8 kötetet is sikerült kiadnunk. Az Ászlós hajó mindig a Széphalom évkönyv, amely a társaság tagjainak és a körülöttünk lévő szakembereknek a munkáit közli. Évente 552 oldalas idén a Széphalom évkönyv, úgyhogy meglehetősen gazdag anyagot sikerült összeállítanunk. A jövőre nézve is vannak terveik, hiszen folytatni szeretnék ezt a könyvkiadási programot, tette hozzá Nyíri Péter, a társaság elnöke.